Multiellenes, klímavédő, takarékos és jót tesz az egészségnek is. Ez az 50 kilométeres diéta lényege, amelynek résztvevői vállalták, hogy egy hónapon keresztül csak 50 kilométeren belül előállított élelmiszereket fogyasztanak. A Hírtelevízió vendége Schnierer Katalin, a Messzelátó Egyesület programkoordinátora. Köszöntöm. Soroltuk az előnyöket. A kérdés az, hogy ezt a gyakorlatban mennyire lehet megvalósítani. Ugye ön is részt vesz ezen aktívan, vagy ebben a diétában. És eszembe jutott egy helyzet, tegyük föl, bemegy egy pékségbe itthon, és megkérdezi, hogy árulják-e, hogy a lisztet, amelyből sütötték a kenyeret, vagy a pékárút, azt honnan hozták? Erre tud valaki mondjuk válaszolni? Hát igazából több szintje van a diétának, tehát mindenki maga dönti el, hogy milyen szinten szeretne részt venni benne. Én speciál a kezdő szintet választottam, amikor engedélyezett az, hogy én csak helyi pékségből vásárolt kenyeret vásároljak. Hát aki 50 kilométeren belül állított elő a kenyerét, és nem muszáj nekem megkérdeznem, hogy honnan van a búza, amit valószínűleg nem tudnak. De egyébként, akik komolyabban veszik, akik mondjuk a haladó vagy szuperhaladó szintet választották, azok inkább vesznek lisztet és sütik otthon a kenyerüket. Mi a célja ennek? Mi a prioritás inkább? Az egészség megőrzés, vagy pedig a környezetvédelem? Ez teljesen egyéntől függ, attól függ, hogy az illető résztvevő az mit preferál. Van, aki az egészsége miatt csinálja, van, aki egy a környezetével jobbat tegyen, van, aki mindkettő. Mik egyébként a tapasztalatok? Ugye 45-en vesznek körülbelül részt ebben a programon, legalábbis annyian regisztráltak. Egyrészt hát nyilván mindenkinek a saját maga érzésére van bízva, hogy mennyire aktívan űzi, mennyire tesz eleget ennek. Tehát itt nincs valamiféle mérce vagy számonkérés, hogy valóban betartják-e ezt a diétát. De hova szeretnének eljutni, vagy hol tartanak most a többiek? Mennyire sikerül megvalósítani? Milyen akadályokba ütköztek eddig? Én nekem nagyon pozitívak a tapasztalataim, én most a bosnyák-téri piacra járok be vásárolni, és rengeteg az őstermelő, és nagyon jó érzés már csak azért is, mert leállok beszélgetni a nénikkel, bácsikkal, és így a szociális esemény is az, hogy én kimegyek a piacra, és nagyon izgalmas, és nekem nem tűnik nehéznek, nem csinálom 100%-osan, mert például sót fogyasztok, meg cukrot is fogyasztok a szupermarketből vásárolva, vagy a kisboltból vásárolva. Nekem nem tűnik nehéznek, de vannak, akik komolyabban veszik, van például egy lány, aki nagyon aranyosan feltette kérdést, hogy kapott egy csokoládét, ami elvileg magyar márka, gyakorlatilag nem Magyarországon gyártják, és hogy mit csináljon vele, megeheti-e? Tehát nyilván a saját érzésére van ez bízva, hogy aztán ezt megteszi, vagy sem. De mondjuk amikor említette, hogy kimegy a piacra, és körbenéz, akkor mondjuk adott esetben, aki ezt tényleg komolyan csinálná, mert valószínűleg úgy lenne igazán értelme, mondjuk erről is beszélünk, hogy ez nem egyébként nem egy magyar ötlet, hanem külföldről jött maga a kezdeményezés, akkor azt mondja, hogy hiába szebb az a paradicsom, de ezt 75 kilométeres körzetben állították elő, és akkor ezt nem veszem meg? Hát nekem a múlt héten volt egy ilyen példa, hogy megkérdeztem a hölgyet, hogy hol valósul a tojása, és mondta, hogy valami kb. 75 kilométerre távolabb gyártották Budapestnél, tojtatjuk, és mondtam neki, hogy köszönöm, akkor nem kérem, és olyan jót mosolyogtak rajta, hogy azért, mert 75 kilométer, azért már nem kérem, és inkább veszem az 5 forinttal drágább tojást. Én nem látok annyira különbséget szépségben. De mi ennek az egésznek a célja, a végcélja? Pláne, hogyha nem is olyan kötelező, vagy nem is olyan fontos betartani azokat, vagy nagyon komolyan betartani azokat a szabályokat, amelyek mondjuk egy ilyen 50 kilométeres, vagy akárhány kilométeres diétára vonatkoznának. Ez nyilván egy életmódváltás a célja. Tehát nem az a lényeg, hogy mi egy hónapig diétázunk, és aztán utána vége, hanem hogy mindenki egy kicsit közelebb kerüljön, jobban odafigyeljen arra, hogy mit teszik környezeti szempontból és egészségi szempontból, és elkezdjen főzni, vegyen friss élelmiszereket, és figyeljen oda, hogy honnan származik az, amit vesz. Nézzük a kezdeményezést, hogy honnan is jött ez, melyik országból? Mi egy kanadai házaspártól vettük az ötletet, akik 100 mérföldes diétába fogtak, és ők ketten egy teljes évig vállalták azt, hogy csak 100 mérföldön belül előállított élelmiszereket fogyasztanak, és ők teljesen komolyan vették, tehát minden egyes alapanyaguk 100 mérföldön belülről származott. Mi lett az eredménye? Milyen tapasztalatokról tudtak beszámolni, és mi az, amiben változott az életük? Kértek egy nagyon érdekes könyvet például erről, és hát nehéz volt, nyilván nehéz volt, mert hogy az ember például egy hónapig kibírja mondjuk marhahús nélkül, hogyha éppen nem vegetáriánus az illető, de van, akiknek ez egy éven keresztül például már jobban oda kell figyelni arra, hogy minden, tehát ez rendes széles táp, széles étrenddel rendelkezzenek.
A környezetnek egyértelmű, hogy jót tesz, hiszen minél kevesebbet kell szállítani, annál kevésbé terheljük azt. Az egészségnek mennyire tesz ez jót? Vagy nem tudom, végeztek-e ezzel kapcsolatban vizsgálatokat, hogy mondjuk akár egy évvel ezelőtt, vagy mondjuk például ön elmente egy ilyen komplett kivizsgálásra, hogy milyen állapotban volt az 50 kilométeres diéta előtt és után? Én nem végeztem ilyen kivizsgálást, szerintem senki a részvevők közül, de annyi például egyértelmű, hogy ha sokat kell utaztatni egy mondjuk egy almát, mondjuk egy másik kontinensről jön az alma, akkor nyilván olyan vegyszerekkel kell kezelni azt az almát, hogy kibírja a hosszú utat, és még mindig friss és csillagú maradjon, míg hogyha csak mondjuk szadáról érkezik az alma, akkor az valószínű, hogy nem kell, hogy ilyen vegyszerekkel kezelni, tehát valószínűleg kevesebb vegyszert fogyasztunk ezáltal, frissebb az élelmiszer, amit fogyasztunk. Időben mekkora ráfordítást eredményez ez, vagy mit jelent ez a gyakorlatban? Mert ugye amikor az ember a mai világban elindul és mondjuk bevásárol, akkor hát nem tudom, mennyi ideje van arra, hogy minden egyes élelmiszert, amit vesz, az tételesen megnézze, hogy most ez honnan származik, ezt most hány kilométeres körzetben állították elő. Tehát azért ez jócskán plusz időt vesz igénybe. Természetesen. Hát attól függ, kinek milyen az életmódja, és mekkora életmódváltást igényel ez. Én hetente egyszer megyek most el piacra, ami mondjuk egy nagyobb kirándulás, mert nem csak a sarki boltba megyek el, hanem egy kicsit odébb kell utazni. Ott szét kell nézni rendesen. Én még nem ismerem annyira az eladókat. Hogyha már tudom, hogy kik az 50 kilométeresek, akkor már célirányosan fogok oda menni. Most már itt kezdek belejönni. Illetve hát főzni kell, mert máshogy, tehát a sarki kifőzdébe biztos, hogy nem árulnak 50 kilométeres étleleket. Tehát előre, és meg kell tervezni előre, mert a piacok általában hétvégén vannak, tehát így a hét második felében. Úgyhogy akkor hétvégére be kell vásárolni, hétvégén lefőzni előre, és akkor úgy enni azt a hét közben. Tehát ez egy átállást igényel. Ugye mondtam, hogy 45-en vannak most, vagy vesznek részt ebben a diétában, nyilván az ország különböző pontjain. Van-e már azzal kapcsolatban valamiféle tapasztalat, hogy hol könnyű, vagy hol könnyebb ezt megvalósítani? Az ember azt gondolja, hogy vidéken nyilván egy picit egyszerűbb helyzetben vannak, nem? Valószínű, meg akinek van nagymamája, akinek van kertje, vagy saját kertje van, vagy legalább van egy fűszeres ágyása, annak valószínűleg sokkal könnyebb. Én a mi közeli piacunkat, nekünk szerencsénk van, de voltam sok budapesti piacon, és igazából a többi piaccal nem volt jó tapasztalatom, ott nem nagyon vannak őstermelők, vagy ha vannak, akkor is mondjuk már Nógrád megyéből érkeztek. Mi lesz ennek a vége, hogy egy hónapig tart ez a diéta, november 10-én zárul majd, mi következik azután? Tehát tulajdonképpen a kampány zárul november 10-én, de én speciál folytatni fogom, és szerintem nagyon sokan is. Lehet, hogy nem teljes gőzzel, de valamilyen szinten mindenképpen folytatni fogjuk, mert hát ez a célunk vele, hogy egészségesebben és tudatosabban éljünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.